nehéz megszólalni utána, ezért ne is szólaljunk meg, hanem vegyünk egy mély levegőt. Beszív. Kifúj. Ismétlés a tudás anyja, ezért még egyszer. Beszív. Kifúj. Jól vagytok? Erre még visszatérünk. Most addig tartsa Bert mindenki, ameddig nem kérem, hogy fújjuk ki. Úgyhogy beszív. Hello. Még nem szóltam. Nem mondtam, hogy levegőt vehetsz. Hogy merted megtenni? Ja, hogy te levegőt akarsz venni? Mégis milyen jogon? Ki adott rá engedélyt? Jogszabályban hol olvastad, hogy erre van lehetőség? Ez keresztény országban nem lehet. Majd megmondják, hogy ki, mikor és mit tehet. Nem szültél még és levegőt akarsz venni? LMBTQ menekült vagy roma vagy és levegőt akarsz venni? Rendőr, vasutas, postás, egészségügyben dolgozó, orvos, ápoló, gondozó, vagy netán otthonápoló vagy? Mit akarsz? Dajka néni, töldöd a gyerek fenekét és közben szipogsz. Ovó néni, mondókázzol, miközben azon agyalsz, hogy holnap a felmondásod beadod. Pedagógusok a pályán, aki még húzod a idődet, mert hited van az oktatásban. Te mit akarsz? Segítő szakmabeliek. Tényleg segítetek? Komolyan kérdezem, az osztódást mikor tanuljátok már meg? Mert iszonyat kevesen vagytok. Mit akartok? Ó, kedves szülők, ki ne felejtselek benneteket. A szülői értekezleten kusba ülve, vajon mit reméltek? Ja, hogy van még hova beülni. Értem. És a portás is ért a fizikához, hiszen az ajtó gombját meg tudja nyomni, ha kell. Hát órát is fog tartani majd, ha a tankernek ez megfelel. Tényleg komolyan kérdezem. Ezek vagytok? Mert ha nem, akkor ugyanúgy kivagytok, és velem együtt mondjátok, hogy levegőt akarunk. Levegőt akarunk. Levegőt akarunk. Levegőt akarunk. Levegőt akarunk. Úgy érkezünk ebbe a világba, hogy az első levegővétel fájdalmától sírunk. Ez az élet jele. Szoktatok sírni, mert én igen, vagyis még élek. De egyre kevesebb a levegő körülöttem. Akkor, amikor fogyatékossággal élő gyereket nevelő szülők kizárnak maguk közül, mert információ hiányában cselekszenek, és nem kérdeznek, elfogy a levegőm. Akkor, amikor kiállok a normál fejlődésű gyerekem osztályában, a szülők előtt, a gyerekek jogaiért, kizárnak maguk közül, akkor elfogy a levegőm. Amikor ismét nem tudom, hogy hol fog tanulni az autista gyerekem szeptemberben, mert már attól is félnek, hogy mit jelent az, hogy autista, akkor elfogy a levegőm. Akkor, amikor arra gondolok, hogy vajon megélem a következő orvosi vizsgálat időpontját, ami fél év múlva lesz, akkor elfogy a levegőm. A repülőn is annak kell felvenni az oxigénmaszkot, aki segíteni tud a másiknak. Nem a gyerekemre kell adnom, hanem magamra. Zuhan az ország. Hát én most felvettem ezt a képzeletbeli maszkot, és levegőt akarok. Levegőt, hogy tovább tudjak segíteni elsőként magamon, és így a jövőnknek, ami most kezdődik. Ismerős a filmből ez a három mondat? Vannak, akik megijednek attól, hogy másként is élhetnének, és attól, hogy a világ mégsem olyan szar. Vannak, akik úgy hozzászoknak a dolgokhoz, még a rossz dolgokhoz is, hogy nem mernek változtatni. Az ilyen emberek feladják.
és ha ők feladják, mindenki veszít. Hát én nem adom fel, és ti feladjátok? Nem. Mert ha nem, akkor levegőt akarunk. Levegőt akarunk. Levegőt akarunk. Levegőt akarunk. Levegőt akarunk. Köszönöm szépen.